Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma este vendégem Gógl Árpád, tisztelettel köszöntöm. Jó estét kívánok. Hogy örömmel mondhatom, Székesfehérvár díszpolgára, gratulálok. Hát köszönöm szépen, ez valóban nagyszerű dolog. A királyi napok keretében azt hiszem a legrangosabb elismerést megkapni, amit egy székesfehérvári polgár kaphat, az felemelő érzés. Így viszont függetlenül attól, hogy már számtalanszor beszélgettünk, egy kicsit érdemes végigtekinteni azon az életúton, ami elvezetett eddig, mert hogy az megint csak fontos. Egyszer azt mondta nekem, és másutt is olvastam, hogy olyan szakmai és morális indítatást kapott annak idején Pécstől, a Pécsi Egyetemtől, attól a világhírű Alma Matertől, ahol az orvos egyetemre járt, ami meghatározta a teljes későbbi életét. Teljesen így van. Teljesen. Ugye a Pécsi Egyetem az a Pozsonyból került át. Ugye a Trianonnak sok következménye volt. Az egyik az, hogy alig, hogy megalakult Erzsébet Tudományegyetem, mert csak 15-ben alakult a Pozsonyi Egyetem, akkor ugye az volt a koncepció, hogy legyen egyetem egyházi karral, az evangélikus karral Pozsonyba, és legyen egy kar Korosváron is. De hát jött a háború, áttelepült Pécsre, és a Pécsi Egyetem, mivel új egyetem is volt, Trianon után nagy volt a mozgás, második világháború után ugyancsak nagy volt a mozgás, úgy jött össze oda a kar, hogy nem volt ilyen Európában. Ezt ma már el lehet mondani, hogy az 50-es, 60-as évek Pécsi Egyeteme az Európa egyik legjobb egyeteme volt személyi állományban, szemléletben is. Jól ötvözte a berlini, bécsi orvoshagyományokat és az angol szászt is, mert az a Lisák professzor volt az élettan professzora, aki Rockefeller ösztöndíjjal megjárta Amerikát, és egyik Nobel-díjas munkacsoportban dolgozott, és a klasszikus iskolák híve is. Az a Barta professzor volt az első főnököm, aki Európában szinte először vett csontvelő mintát a 30-as évek elején. De hát Szent Ágotai professzor, Környei professzor, Kerpel Frónius professzor, mind-mind világhírű. És ne hagyjuk ki Romhányi professzort. Aki... Hát és a megye szülöttje, Romhányi professzor, akinek az intézetébe én bekerülhettem már negyedéves koromba diákkörösnek. Ebből adódóan testközelből ismertem meg őt, akit ugye most éppen szeptember elején megint Száron lesznek a Romhányi napok, aki szintén korszakos szemléletű ember volt, de az az Ernst Jenő professzor, aki a termodiffúziónak a biológiai jelentőségét leírta. Hát zsidó ember lévén ugye az összes hátrányát elszenvedte a 40-es éveknek. Szóval csoda volt az az egyetem, úgyhogy az én orvosi személyiségemet az adja. De van még egy eleme is, amiről az ember kevesebbet beszélt, vagy beszél, hogy a Pécsi Klasszikus Egyetemnek volt teológiai kara is, még a háború előtt, később aztán ugye ez megszűnt, és ez ott tanító egyik kanonok úr volt az én hittanárom, 14-15-16 éves koromban egy Gálos László nevű csodálatos ember, aki 11 nyelven beszélt, és orgonát is szerkesztett, és a Proletáriátus elnyomorodása Angliában című Engels mű volt a disszertációs tézise 35-ben, tehát annak a részben Prohászka által is művelt szociális irányzatú egyház szemléletből is kaptam valamit, úgyhogy nekem nagy szerencsém volt. Tehát a hit és a hivatás egymás mellett járt, kézenfogva, ahogy tetszik. Hát igen, sok. Hát nyilván ugye öten voltunk testvérek, bányász család, ezt azért tudja mindenki. Ott azért a tisztesség meg a munka az úgy
eleve adott volt. Ugye matematika, fizika, pedagógia mind-mind érdekelte volna, és helyette jött a biológia és a természettudomány. Hát jött, ugye ezt is el szoktam mondani, hogy én 57-ben érettségiztem, 57. januárjában kellett jelentkezni, bátyám még éppen csak hazaért Budapestről, a család úgy látta, hogy ebben ne jelentkezzek Budapesti Egyetemre, jelentkeztem. És ez a kar, amelyikben ugye elsőben már a Csolnoki professzor, aki kromatográfiának az atya, az Ernst professzor, a biofizikus professzor, Szent Ágotai professzor, Lisák professzor, ezek elsőbe találkoztam velük. Hát el lehet képzelni, hogy mekkora benyomást tettek végül is az emberre. Úgyhogy meghatározta, és egy pillanat alatt elfelejtettem, hogy mi is akartam lenni. Kormoncnok, belgyógyász, klinikai farmakológus, hematológia. Mind-mind. Gasztroenterológia. De igazán kormoncok nem voltam, én diákkörösként voltam. Tehát az csak az a millió, az, amit megkaptam onnan, és átvittem a hematológia felé, amiből nincs szakvizsgám, mert nincsen szakvizsgám. Nem azért, mert nem tekintettem szakágamnak, de hát annyi mindent nem lehetett hallani. Ugye a farmakológia nagyon érdekes tudományág, ugye a gyógyszeripar legújabb felfedezéseit. Igen, az egy nyitó dolog. Ugye annak a története az, hogy a patológia Rományi professzor, Barta professzor hematológia, és amikor a Barta professzor nyugdíjba ment, akkor jött a Jávor professzor, mint a magyar klinikai farmakológia gyakorlati megalapítója. Ugye ezért is hozták oda mi klinikánkra. És hát akkor elmondta azt, hogy van itt docens kettő, akik hematológus, van adjunktus, van mindenféle hematológus, én meg szakvizsga után voltam. Azt mondta, hogy hát nincs terep, hát ugye átformálódik a klinika profilja, ő ajánlja a gyógyszer területet, ugye klinikai farmakológiai hálózat vezetője lett a klinika, és hát ide toboroz megfelelő embereket, vagy úgy vélte, hogy megfelelő embereket, és ugye mivel a mája az összes gyógyszer lebontó helye, vagy toxikus helye, szóval a mája az egy kitüntetett szerv, ezt ajánlotta, magam is ezt választottam, és elkezdtem ezen a területen dolgozni. Ugyan a 70-es éveket elejét írtuk akkor. Hát igen, ez 70. Tehát ez egy különleges volt, mint Magyarországon legalábbis. Hát a világon se nagyon volt klinikai farmakológiai profilú intézmény, módszertanában, és hát hihetetlen erős volt a magyar gyógyszeripar. Ugye akkor volt egy gyógyszeripari egyesülés, amelyik adta pénzt is ehhez, tehát ahhoz, hogy a módszereket idehozzuk. És hát mivel új szakág volt, érdeklődési köröm, ambícióm is volt, és szerencsém is, mert rögtön az első ilyen klinikai alkalmazási területen egy olyan megfigyelést tudtam tenni, amivel kijutottam Finnországba. Finnországból olyan kapcsolataim lettek, hogy eljutottam Hollandiába, Tübingen, már Arnhembe, aztán Tübingenbe, Németországba, aztán Jénába dolgozhattam egy fél évig, és mivel egy új területen könnyű többet felfedezni, mint máshol, a gyógyszerkölcsönhatások, az gyógyszeranyagcsere fokozódásának lehetősége, és akkor tájt, ez azért is érdekes volt, mert a hadi rendszerben még a mérgező anyagok alkalmazása se volt elvetett, szóval bocsánat, készültünk a békére, és közben fejlesztettünk mindenfélét, és a méregtelenítő rendszereknek a vizsgálata, befolyásolása, az nagy érdeklődésű volt. Ez volt aztán az oka annak, hogy sok olyan munkába vehettem részt, amelyik nemzetközi érdeklődésre is számolt. Igen, ez természetes is volt, bár én egy kicsit ellent mondanék önnek, ez nem természetes mégsem, mert hogy azért ehhez kellett jó tehetség egyik oldalról, szorgalom, a tudás, megszerzett tudás felhasználása. Hát és ez így egyet, ehhez nem? Szerencse kellett ez ahhoz, szerencse? Hogy az ember, persze, pusztán? Az ember pont nem mentem el körzeti orvosnak, mert úgy érezte a Jávor professzor, hogy talán alkalmas vagyok erre,
Szerencse volt, hogy volt egy olyan szülésznőgyógyász, aki elfogadta azt a kísérleti kezelést, úgy kísérleti, hogy alkalmazott szert adtunk a terhességi epepangásos betegeknek, és olyan szerencsém volt, hogy találtam mérőmódszert, hogy bizonyítani tudtuk a hatásosságot. Ugye az újszülöttkori sárgaság az egy gond. És ez úgy rakódott, volt nemzetközi visszhangja, hát ennyit a szerencséről. Mosolyog a szemem, hogy az enyém is, de csak azért, hogy ennyi szerencsével nyilván valami szerencsejátékba kellett volna kezdeni. Hát én szeretek kártyázni, úgyhogy ezt sokan tudják, úgyhogy ez viszont, nem idegen tőlem. Ugye a homo ludens, a játszó ember, az kategória. Viszont 39-40 évesen történt egysmás, hiszen én már nem bánom a történetet, ugye majd kérem, hogy ön mesélje el, hogy a professzor a Budapestre került, és nem tudta magával venni, hála Istennek, igen. Mondom én. Hát az oda került volna, ugye megpályázta Budapestet, elmondta, hogy nem tudja a munkacsoportot magával vinni, és hát akkor én 40 éves voltam, úgy gondoltam, hogy már másokkal is voltak, de összetett volt, egy ösztöndíj vitám is volt. Szóval mind sok oka volt ennek, hogy Kuár Ferin a legjobb időpillanatban mondta, hogy Fehérvár megürül. Nekem Fehérvár vonzó volt mindig, mert nagyon jó városnak tartom, ősi városnak. Fehér megyét egy nagyon gazdag ipari mezőgazdasági értékteremtőnek. Szóval úgy gondoltam, meg egy új kórházat is meglebegtettek, hogy lesz egy új kórház. 40 éves voltam, hát úgy gondolom, hogy eljövök. De aztán a professzorom, ugye az első demokrácia megnyilvánulása szerint nem kapta meg a pesti tanszéket. Én már elköteleztem magamat, sőt, a munkatársamat is rábeszéltem, a Simon Kornélt, akivel ott együtt dolgoztunk, ő akkor éppen a disszertációját csinálta, hát úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk magunkat, megpróbálom magamat, és aztán eljöttem. Egy poros kis mezővárosban, mert akkor egyáltalán nem volt koronázó város jellege, mondjuk ki, és ahol elnyomás alatt élt a kórház, legalábbis mondom én, ez bátran, hiszen Dunaújváros mellett éltek a nagyszüleim, hát, és Dunaújvárosi kórház volt az etalon. Hát azért két, volt egy másik kórház is, itt azért volt egy Móri kórház, amit a Tóth László nevű, aki nekem orvosom volt, mert harmadik gimnazista koromban feküdtem nála egy valami vesegyulladása. Szóval volt egy Móri kórház, amelyiknek nagyon jó presztise volt, volt egy támogatott és nagyon jó Dunaújvárosi kórház, hiszen ott a Szűcs Zsuzsa volt a belgyógyász, aki Szegedről került ide, és volt ez a kórház, amelyikben kiváló belgyógyászok voltak, mert a 100 főorvos, aztán Komáromi, aztán a Kocsán Karcsi bácsi, kiváló belgyógyászok voltak, klasszikus értelemben, de maga a város, meg a kórház, hát az bocsánat, de ma már járási kórháznak sem venne el. De volt egy kitűzött cél, hogy Fehérvár kap egy új kórházat, és egy méltó fejlesztésnek az elején vagyunk. És ezzel ön lett 40 esztendősen a legfiatalabb osztályvezető főorvos az országban. Hát igen, ezt én is úgy tudtam meg a Varó professzortól, aki a kollégium elnöke volt, hogy hát sokan úgy érezték, hogy korán van, meg nem is, de ő is a saját főnököm, meg magyar professzor Budapesten, hát ha már az ember nevét ismerték, akkor az azt jelenti, hogy valami tevékenysége volt, és talán az, hogy a Pécsi Belklinika volt az utolsó minden ágat művelő belklinika, minden ágat, tehát fertőző osztálya volt, tüdő osztálya volt, röntgen osztálya volt, izotóp osztálya volt, tehát egy nagyon nagy klinika volt a mi egyes belklinikánk, és ugye az, hogy hematológiából jó nevem volt, bocsánat, hogy a gasztroenterológiai társaságban, hepatológiai szekcióban is benne voltam, jó irodalmi tevékenységem volt, és jó általános belgyógyászati fölkészültségem, így végül is kineveztek ilyen fiatalon. Hogy
fogott hozzá a munkához. Ez több mint 300 ágyat jelent. Hát ez ugye fénykorában több mint, igen, majdnem 400 ágy volt. Igazán úgy, hogy ide jöttem augusztus 1-én, és 15-én kellett volna beállnom, a kuhár levitt az osztályra, megmutatta, és ugye akkor két osztály volt még, Kocsán főorvos volt a másik osztályon, ott viszonylag stabil személyi állomány volt. Itt volt egy kollega, aki vitte a hátán, egy szabadságon volt, annak éppen kiújult a fekkéje, volt egy várandós szakorvos, körülbelül ennyi volt a 180 ágyom, meg még talán egy vagy két gyakornok, és ott voltunk nyár kellős közepén, és a kuhár azt mondta, hogy hát ide fogsz jönni, jöhetsz 15-én, de akkor se lesznek többen. Úgyhogy itt maradt a farmer nadrágom, pulóverem, meg a egynapos fehér neműmmel, aztán valahogy megoldottam, és beálltam két héttel korábban, mint a kinevezésem szólt. Hát, bent laktam a kórházban, ez hatalmas előny volt, majdnem másfél évig bent laktam, már kiköltözhettem volna, de nem költöztem ki, mert bent éltem a kórházban. Minden nap reggeltől estig ott voltam, jártam az intézményt, megismertem a társszakmák főorvosait. Könnyen talált olyan munkatársakat, orvosokat, ápolókat, akik azokat az elveket képviselték? Egy csoda volt. Először is az elején csak dolgozni kellett. Ugye nyár volt, rengeteg beteg, 20 ágyas kórtermek, nagyon rossz, hiányos eszközállomány, de beállításom másnapján vagy harmadnapján a Szilágyi Orsolya kolléganő úgy várandósan bejött, és mondta, hogy ő már nem akarna dolgozni, de bejön segíteni, és az ambulancián legalább segít. Ez volt az első, amit kaptam, olyan emberi segítséget, ami örökre meghatározta a kapcsolatomat. Korábban sem voltam kollégák ellen, vagy nem együttműködő, de egyszerűen lenyűgözött. Aztán Szabó Tamás barátom, akit még Várpalotáról ismertem, egyetemről ismertem, itt volt körzeti orvos, vele meg tudtam beszélni, hogy ő ismeri az egész várost, körzeti orvos tekintélye van. Jöjjön be, segítsen nekem, mert az ambulancián, ahol ugye a kapcsolatot tartjuk a bejövő betegekkel, ott az ismerettség, ismertség, tapasztalat sokat számít, és Tamás bejött segíteni, bejött állásba, és később ugye kiváló gasztroenterológus lett belőle. Aztán volt ígéretem Pécsről, és az itteni vezetése városnak, megyének. Ugye az egyik első beszélgetésem volt a Takács Imrével, aki annyi lakást ígért, mint amennyit a Videoton futballcsapata kapott, hogyha akarunk építeni valamit. És akkor így tudtam lakást is biztosítva idehozni olyan szakembereket, akikkel aztán felépítettük. És ugye ezek között volt a Törő Magdi, a Solt Pista, a Brass Hilda, a Simon Kornél, a Derényi Gábor. Hát aztán lett úgy, mint egy, lettek szakágaknak felelősei, a Pál Kati. Aztán helyből is ugye a Gervai Jutka, aztán amikor Kocsán Karcsi bácsi nyugdíjba ment, és egyesítették az osztályokat, akkor itt volt a Takácsi Nagy Jóska, mint tapasztalt ember, ugye családjával, minden évvel ismerte Fehérvárt. A másik osztályon a kiváló emberek, a Szabó Péter, a Székely Iván. Szóval alakult, és mindenki elfogadta azt, hogy a korszerű belgyógyászatra módszerek kellenek, a szakágoknak, nem csak elméletileg, hanem vizsgaszintjén, tehát mindenkinek második szakvizsgája, már nem elég csak belgyógyásznak lenni, hanem kardiológusnak, endokrinológusnak, nefrológusnak, gasztroenterológusnak, hematológusnak, és így épült föl ez az osztály. Nagyon jó támogatást kaptunk a város vezetésétől, és még egyet, amit, mert említettem már az első napi kollegiális, jó, de említettem a megye vezetését, párt és állami vezetését, akik megpróbáltak segíteni, de a
nagy cégek. Amikor az intenzív osztály fejlesztését beindítottuk, akkor Papp, aki a Videaton vezérigazgatója volt, ő vette meg az első integráló diagnosztikus tornyunkat. Vagy a Kocsis igazgató a Volánnál biztosított részben szakmai hátteret, részben egy. Szóval magáénak kezdte érezni a város és a megye is ezt a kórházat. Mikor jött el az a pillanat, amikor önök orvosok úgy gondolták, hogy vissza kell térni, vagy meg kell teremteni újját a kamarai rendszert, hiszen ez egy fontos pillanat volt. Hát és ugye ez már a változások rendszerébe idején tartozik, amikor hát a legelső, ugye sok történet kering az országba erről, azt egy éppen Székesfehérvárról származó a Csernai professzor, aki Szegeden volt professzor, ő vetette föl ezt egyszer egy MOTES, tehát Magyar Orvosi Tudománytársaságok Szövetsége gyűlésén, ott akkor lesöpörte az akkori politika ezt, és aztán megérett rá az egyesületi törvény, lehetőséget adott, ugye az átmenet egyik törvénye volt az egyesületi törvény, akkor lett lehetőség egyesületre, és akkor itt helyben engem megválasztottak megyei elnöknek, az Országos Oktatási Bizottság vezetőjének. Hát aztán ez gurult tovább, mert akkor már Antal kormány volt, akkor amerikai támogatás volt. Én, mint ilyen oktatási bizottság elnöke kapcsolatba tudtam kerülni a támogatással, kijutottam Amerikába. Bocsánat, szakmailag voltam már máskor is, de mondjuk egészségpolitikailag akkor jutottam. Meg lehetett csinálni a házi orvosi kompetenciát. El lehetett kezdeni a képzés átformálását, hát úgy elkezdődött a egészségpolitika átalakítása is. És ez hozta, hogy ugye a Magyar Orvoskamara első elnöke. Hát az igen, annak az az oka, hogy a Fidesznek a 94-es egészségügyi programját azt én csináltam, mert az Balsai Pista összehozott az Orbán Viktor minisztere, akkor még Fidesz elnökével elfogadta az Orbán Viktor azt a koncepciót, amit én vetettem föl. Megcsináltuk azt 94-ben, kiküldtük az összes orvosnak, és így aztán 94-ben, amikor megalakult az első hivatásrendi köztestületi kamara, akkor minden orvos ismerte azt a programot, amit a Fidesz, és hát a nevemhez kötve. Ebből ödödött aztán, hogy az első ülésen, amikor az alakuló ülés volt, akkor 10 jelölt volt, első körben 2/3 lehetett valaki elnökek. Én nem vissza akartam lépni, mert professzorok meg egyebek voltak ott jelöltek, és akkor azt ajánlotta nekem a Vér András, az egyesületi elnök, hogy ne lépjek vissza, mert úgyis se kaphat senki 2/3, majd akinek a javára vissza akarok lépni, akkor jobb lesz a pozícióm. Hát nem léptem vissza, megválasztottak. Igen. Első körben 2/3, hát kész, innentől aztán már ment a szekér. Ugye gyakran a személyre vetik olyan hivatást választóknak, hogy elindulnak a politika felé, holott aki a közéleti szereplő, mint például az orvos, az biztos, hogy valamilyen szinten politizált, tehát nem kell itt különlegességekre gondolni, ugye, amikor azt mondjuk, hogy politikai szereplő lett valaki. Hát persze, ugye a gyógyításnak van egy personális része, amikor eljön hozzám valaki, elmondja a panaszait, és megpróbálok neki segíteni, vagy baj megállapításba, vagy ha már tiszta a baj, annak a szanálásába, vagy korrekcióba. Ez a klasszikus orvos-beteg kapcsolat. Egy szint fölött aztán, vagy már a következő lépésben meg kell szervezni, hogy a kollégáim, a betegeim jó útvonalra kerüljenek, jó döntési rendszerbe kerüljenek. Ugye hát ez egy vezető dolga. Hát ez volt a dolgom, bocsánat, itt, amikor kineveztek. Hát ebből adódóan, mivel egy egész megye ide tartozott, és azért a belgyógyászat az alapja, most a szakágaival együtt, ugye van a sebészeti típusú, meg a belgyógyászati típusú, kész a belgyógyászat, az áttekintő nagy szakma. Hát az ember ezt művelte. Most az, hogy politika, hát minden ember más, és találkozik az ember a legszegényebb, legelesettebb emberrel, de
találkozhat, bocsánat, egészen magas szinten is. Mindenkivel szót kell érteni, és minden rétegnek a gondjait is integrálni tudja az ember. A 98-as első Orbán kormány egészségügyi minisztereként azt hiszem, hogy egy rendkívül nehéz, hiszen az volt a reformidőszak kellős közepe. Bár az Antal kormánynál elindult, azt mondom. Hát ez korábban elindult. Igen, azt kell mondanom, hogy nagyon jó miniszterelnököt kaptam, magáénak tekintette már 94-ben ezt a programot. Most ebből adódott aztán, hogy sok minden megvalósult, amit ma már nem is gondolnak. Azt, hogy a háziorvosi rendszer szakvizsgával, kollégiummal megvalósult. Az, hogy a sürgősségi rendszert, mint második rendszert, mint stabilizáló rendszert elfogadták, mint új szemléletet, és lett sürgősségi szakvizsga, sürgősségi osztályok, új mentőállomások. Az, hogy a vérellátó integrálása megtörtént. Az, hogy úgy csatlakoztunk a közegészségügyi rendszerünkkel az Unióba, hogy egyetlen gond nem volt. Senkinek föl nem tűnik, hogy a magyar egészségügy, mint rendszer, az európai közegészségügyi árumozgásos rendszerről, ezt mind abban a periódusban csináltuk. Aztán és haladt a 35 szakmai kollégium, a partnerek bevonása a döntésekbe, hát aztán megbicsaklott, és az a folyamat, ami a 80-as évektől tulajdonképpen tartott 2000-ig, hát az utána egy másfél évtizedre, az utolsó másfél évtizedbe össze-vissza mozgott. Ugye az évezred hajnaláig 2001-ig tartott 2001-ig ez, viszont 2010-ig országgyűlési képviselő maradt. Ahogy ugye az országgyűlés ugyanúgy az öné volt a megye, ha úgy tetszik, igen, mint orvosként. Hát ez egy összetettebb kérdés, kétségtelenül a megye ügyeiben sikerült sok mindenben segíteni, az intézmény fejlesztésekben, a tiszti orvosi szolgálatnak az új épületében, a Csákvári kórház megújul. Szóval, bocsánat, sok dologban sikerült a megyének és a városnak segíteni egészségügy vonatkozásába. De az általános egészségpolitikába szándékkal nem vettem részt, hanem külügyben dolgoztam, ugye koreai és skandináv területen. Ennek az volt az oka, hogy nem jó, ha egy markáns elképzelésű vezető az utódait korlátozza. Értem. 70 esztendős koráig volt képviselő. Így van, 71. 71 elege volt? Nem, ez megállapodás volt a családommal, de én úgy gondolom, hogy azt a terhelést már nem lehet bírni, meg kell lennie a családnak, meg talán az embernek saját magának is. Ugye egy veretes szakmai pályafutás áll ön mögött, politikai értelemben is teszem hozzá, szakmai mindenképpen és politikai is természetesen. Amikor 71 esztendős lesz valaki, akkor, és ráadásul szakirodalmi munkássága is figyelemre méltó, mit kezd magával? Hát először, én nagyon szerettem mindig olvasni, semmit tenni, csak úgy elgondolkodni a világ dolgain. Mozogni is szeretek, tehát teniszezek, van baráti társaságom, van családom. Tehát végül is ez azért kitört, és talán egy-két év volt olyan félig pauza, amikor aztán hát azért megtalálják az embert feladatokkal. Nagyon jó kapcsolatom lett az Európai Uniós képviselőkkel, mikor Áder János kikerült, akkor ott bekapcsolódtam, egy kicsit az övé is volt az egészségügy, mert a Súrján az pénzügyes volt, máshol dolgozott, és akkor a biológiai reumaterápiát, a D-vitamin programrendszert, azt már az Áder
János, és akkor amikor itt volt az elnökség, európai elnökség, akkor annak az egészségügyi programját csináltuk. A hepatitisben ugye a 90-es évek óta benne vagyunk, ugye közben fejlődött, gyógyíthatóvá vált, oltás lett ugye, kötelező oltás a B-re, gyógyítható lett a C-hepatitis, tehát ebbe mozogtam. Most is ez a terület az, ami érdekel, mert ugye van két olyan nagy, ugye most már daganatok jó része gyógyítható, egyharmaduk vírus eredetű, most a papillomavírus ellenes oltásban segítkezek, hogy optimális jó oltást kapjanak a fiatalok kötelezően szinte, hogy ne legyen porciórák, ne legyen ajakrák, ne legyen gégerák, és a C-hepatitiszt, hogy kiszűrjük, meggyógyítsuk, hogy ne legyen májrák. Tehát van feladat. Van mit csinálni. Van mit csinálni. Közhelyszerű a kérdés, nem azért, mert nem jut más eszembe, azért kérdezem, nagyon is komoly részemről. Fogalmam nincs, mit gondol, azért kérdezem meg mindenkitől, fogalmam nincs, mit gondol az emberfia, amikor megkap egy olyan értesítést, hogy az a város, amely otthonává lett, díszpolgárrá választja. Ön mit gondolt elsőként? Én azt gondoltam, hogy nagyon örülök. Nagyon örülök, hogy talán meglátták azt, amiért küszködtem itt 79 óta, és aztán elszomorodtam, mert ugye megszülettem Komlón, aztán Oroszlány, Várpalota, Tatabánya, ilyen jó kis bányatelepenken keresztül Pécs, eljutottam ide Székesfehérvárra. Itt már többet töltöttem, mint bárhol az eddigi állomás helyeken, és azt kellett gondolnom, hogy ugye, mivel 77-78. Éven felé vagyok, hogy hát ott a vég. A Fritz Kahnnak volt egy könyve, az emberi test talán ez volt a címe, és abban volt egy lépcső, egy ilyen 100 fokú lépcső, ahol az elején ott volt egy csecsemő, aztán egy lendületes ifjú, aztán egy ilyen kövér ember ült ott szélén, mert az már nem tudott tovább menni, aztán egy lendületes föl, és akkor ott a 80-90 táján volt már egy babérkoszorú, amiben bele lehetett futni, fölfelé a lépcső. Hát most azt kellett gondolnom, hogy lassan ott vagyok a babérkoszorút megkapva abba a gyűrűbe, de hát utána ugye, nem volt tovább lépcső. Hát egy kicsit ez is fölmerül az embernek. Ízlelgeti egyébként ezt a szót? Mit? Gógl Árpád, Székesfehérvár díszpolgára? Hát én nagyon megtisztelő, és hát bocsánat, nem. Hát, hosszabb lesz a nekrológ. Jó, ne, nem tudok erre mit mondani. Viszont azt kívánom minden székesfehérvári nevében és mindenki nevében, hiszen nagyon is jól tudom, hogy önt szeretet övezi mindenütt. Ne tiltakozzék, mert így van. Jó, hogy... hát ezért én azt gondolom, hogy ez, a, amit kaptam a várostól, hát megpróbálom még megtenni mindazt, ami azzá teszi, aminek szánták. Szóval nem szeretnék leállni, nem szeretnék semmit tenni. Az erőmhöz képest szeretnék a városért dolgozni. Köszönöm szépen, és köszönjük azt a csaknem 40 esztendőt, amit itt tölt velünk. És köszönöm természetesen szépen. Számítunk önre ezután is. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Gógl Árpád volt, Székesfehérvár díszpolgára. Maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.